Sziasztok, én Kori vagyok! Sziasztok, egy kicsit dábás, mint a BMG Barbai, amiben ismét a Flood elől menekülünk, hát egyelőre most ezzel például, ez Kori választása. Igen, ez a pedig legjobb választás. Az enyém. Igazából az lesz most a koncepció, többféle is lesz majd, de az egyik, hogy valaki ajánlott a kommentbe, hogy súly alapján menjünk fölfele, és az első kategóriánk az 600 kilóig van, és hogy kinyitjuk a konfigurációkat, akkor látjuk, hogy az Audit azt nem nézzük, mert az bagos, és a többi pedig, hát ezekből lehet választani, hát vannak itt érdekes dolgok. Hát ez tűnt a legjobbnak, gyorsabbnak. Ja. Mert a tiéd az, ami több lóerő, mint az enyém, csak hát... Csak három kerekű, igen. Hát nem tudom, megnézzük, figyelj, akkor már ne ugyanazzal menjünk. Az biztos. Voltam vele. 3, 2, 1, go! 1-15-ös sebességen, azt a rohadt, de megindult. Úgy keresztbe át, pedig slickek vannak alatta. Igen, kanyarodok. Igen, nagyjából erre számítottam, hogy idáig fogsz eljutni. Tehát, hogy leszorító erőd, hát valamennyi van. Ó, ha nyomom a gázt, akkor nem akart felborulni. Igen? Aha. Mert akkor a leszorító erőm volt, mint az állat. Hát igen, de mellette meg ilyen 500 kiló nagyjából. És az... Jó, súly-lóerő arány az nem volt rossz. Hát az nem. Valami 200 lóerő volt. Hát az, hát igen, az egy ilyen kettes. Mondjuk az annyira nem is durva. Súly-lóerő arány. Hát, de érzem rajta, hogy szinte el akar repülni, érted? Slick igen úgy kicsúszik. Jajajaj. Meg hát ugye csúszik ez a pálya. Ezt ugye már múltkor felfedeztük, hogy elég erősen csúszik. Nyomjad. Szóval hogy ez így, de nem is jók a slickek. Ajj, what the fuck? Ez felúszott, konkrét. Ez fel, olyat kacsázott egyből. Ugye az 1.15-öt azért lőttük be, mert már ugye próbáltuk a legdurvábbat megcsípni. Most inkább ilyen reálisat adtunk meg, hát, hogy többféle autóval reális legyen. Hát, ja. Ez akkor egy pont ide, a benzinkút két pont lenne, a teteje meg három. Így van. De most autócsere. Te benyomtad a nitrót? Szerintem igen, be volt. Ó, Jézusom. 3, 2, 1, go! Hát... Jaj! De igen. Jaj! Igen. Erről beszéltem. Majd neki mentem itt a falnak. Óvatosan. Oh my god. Jó, hát ez... Hallod, nagyon könnyen kanyarodik. Nagyon. Óvatosan kell bánni. Tehát, ha nem lenne rajta az a nagy szárny, akkor konkrétan felszállna helyből. Hát nem, akkor megpördülnék. Vagy ja, nem is tudom. Ja, ilyen bugócsiga. Hát talán tovább jutottam, mint te. Szerintem igen. De ez nem... Kétlem, hogy én tovább fogok jutni, mint te, mert kicsit neki mentem a falnak, és... Oh. Valami van. Már nem úgy visz. Hát egy Júj, meg driftelgetek itt. Mondjuk adnám, hogyha most falnak csaptad. Jaj, de kezdve van a víz! Hát na, igen. Az egy pont az... Pedig még jetski lehetett volna belőle, de... de nem bírta. Lett. Ez nem ész rosszul. Nagyon húz jobbra. Itt ez lehet katolni valamennyire ezt a kanyart, és meg is éri. Hát van. Nem feltétlen, mindegy. Amúgy is elkapott volna. Hát egy-egy. Az autóválasztáson múlt. Igen. Akkor menjünk föl 600 és mondjuk 1000 közé. 3, 2, 1, go! De egy kicsit jobban neki. Elindulta. Hát igen, ugye ez a kis okos váltó van benne, mondjuk a csúcssebessége az ugye nem lesz annyira rózsás. Hallod, hátsó motor, hátsó kerék. Aha, slicken vagy? Hát nem. Nem? Nem. Nem tudom, hogy melyik lenne ide jobb stick, vagy a sima. Én sem tudom, de eddig csak keresztbe mentem. Ja, jó. Nekem egészen jó tapad, azt kell, hogy mondjam. Az tök jó. Még lehet, hogy nem padlózni ki, na mindegy. Hát igen. El is kapott? Aha. Jó, még hát pörögték keményen. Hát én csak azt csináltam. Ez úgy tapad, te... Igen? Nem is értem. Nagyon durva. Ajj! Ezzel nagyon nem is mentünk. Ja, hát annyira nem sokat. Hát ezt lehet, hogy nem kellett volna. Ezt a pörgést. Pedig ez egy nagyon jó választás. És már ott van előtted a víz. Ahhoz egy benzinkutat elkapjak. Nem! Istenem, hát de közel volt. Azért kellett volna. Hát igen, az a kicsúszás, az kár volt. Jaj. Hát ez egy pont, az jár. Három, kettő, go! Aha.
full hátsó keréke, ahogy érzem. Az az. Van baj. Ez a... az olyan érdekesen tapad, de. Ez a fokozatmentes váltó, igen, vagy igen, mi a tököm? Igen, az a... ez a... igen. Sose így teszem a neve. A forgós váltó. Jaj. Jó. Jó, lehet ezt terelgetni, nem mondom, hogy lehet, nagyon. Lehet, hogy nem kellett volna padlóznom folyamatosan. Igen. Kicsit keresztben, nagyon jó, ha értem már Main Street Machine. Jó, de olyan szinten lehagysz. Júj! Ez kegyetlen. Kicsit nem figyeltem és lementem a aha. Hűről. Ó, nagyon jó! Hát ez... na, túl, innen még nem jutottunk túl. Túl tré volt a tempóm. Nem lesz meg. Fuck! Júj, de visszarakta. Pedig olyan szépen terelgettem, de kevés volt, kevés volt. Igen? Aha. Hát ez abban nagyon benne van, hogy eljutsz a benzinkútig. És ez nagyon, nagyon szomorú lenne nekem. Mert én is éreztem benne. Új, jön a jó hosszú egyenes. Mondjuk itt most leszabályzol. És... igen, nem sokára. Igen, nem annyira tempós. Ha el fog kapni, ugye? Még nem. Majd nem sokára. Mindjárt jövök aztán. Igen. Csekkollak. Ó, hogy fékeznem se kell. De kell azért. Ott kell. Van egy kanyar. Igen. Egész messze van. Hála jó égnek. Csak lefele nem menjek. Már nem emlékszik a pályára. Ez aha. Problémás. Aha. Azaz. Azaz. Elég messze van. Jó, csak még megyek egyenesen is majd, nem? Meg lefele igen, is. Igen, hát ott a végén ez a éles kanyaros rész az, ami... júj. Ott... jaj, tudom. Egész egyenes. De az képest elég jó eljöttem. Igen. Hát azért én már itt látom. Hát a horizonton. Jönne föl. Nem akarom elvenni a kedvedet, de... az ott egy cikla volt. Meg egy víz. Hát figyelj. Ha nincs az a két hiba... júj, akkor lehet, hogy megvan. Akkor meg lehet, de... ó, igen. Nagyon gyorsan megy. Vagy akkor se. Úgy nagyon hát, bele... olyan előnnyel kell ideérni. Nyomni kellett volna neki rendesen. Vagy ez olyan undorító. Mindegy, az egy pont az. Ja. Az jár, úgyhogy 2-2. Legyen 1000-től 1200-ig. Na itt vannak nagyon érdekes dolgok. Vannak bizony. Hát mondjuk főleg a Kovetsznek a bildjei. Ó, meg ez. Új. 3-2-1, go! Ezzel az illen elérni a benzinkútig. Jó lenne. Az enyém az valami első kerekes foshalmaz. Ó, hát ez... jó választásnak hangzik. Ó, egész jól beveszi a kanyart. Aha. Nekem is, de jó súlya van, ez a érzet, hogy könnyű, de közben mégis nem papírautó. Úgy, én megjövök utána. Betört a szélvédőm. Szerintem valami beszorult valahova. Lesz. Légy szíves, engem ne nyír ki. Valami lökhárító. Á, Feri! Bocs, visszaállítalak. Kösz. Júj! Hát futom, nekem valami maradt? Beszorult valami. Ez szerintem, mert nem nagyon akart kanyarodni, pedig... nem tudom, olyan egész jó autó volt. Futó mi maradt? Hát volt. Volt, igen. Hát nem szabad annyira leveretni. Pedig ezzel még mentem volna. Mhm. Uh-huh. Egyes speeden vagy bár. Hé? Én meg egy 15. Hogy került oda? Nem tudom. De és így is... akkor figyelj, amúgy... de így is hogy jön? Ha. Itt hol a fék, ja, hol hogy a fék, akkor, hol a fék, hát akkor nálam nem jó. De nálad jó? Mert azon megyünk, ami ja, nálam jó, ja tényleg. Nálam nem ja, jó. Ja, igen. Akkor nagyon figyelj, mert én... figyelek. Én nem tudom. Ja, nálad megy lassabb. Nincs akkor a pressure végül is. Nem annyira rossz. Még csak most jön ki az alagútból. Jó hangzik. Igen, hát ott azért el lehet lépni. Keményebben. Á, szedd be össze! Csak ne csúsz meg, mert az igazából... igen. Alapkabát. Valami clean kör kéne. Egy omlás, veszélyes balos. Mert amúgy rájöttem, hogy a veszélyes kanyarok előtt van izé, tábla. Az ívek előtt meg nincs. Igen, mindegyik aha. Előtt. Ja. Hát, én ennyire nem figyeltem oda. Hát, itt is lehetett volna az a tábla, mondjuk jó. Jó, az nem volt olyan. Nem volt. Na, itt viszont van. Igen, csak néha meg ki van a hegyomlás tábla, és az ugyanúgy háromszög.
60-as tábla, igen? Hát ja, nem véletlen. Ide már nem volt elég veszélyes kanyar, de már 60-as tábla kell. Menjél. Megyek. Gyorsan jön. Nézzi. Hát pedig... Mindjárt itt van. Áj, nem akarom igen, keresztbe vágni, mert... Új, nagyon gyorsan jön. Nagyon gyorsan jön, és elkapott. Hát, nézd, ott megy. Hát, gyorsan kellett volna menni. Az biztos. Így, hogy csak. Igen. Áramkettő, egy gól! Na nézzük ezt a kis első kerekest. Na. Alig akart elindulni egyesben. Hát, ez ilyen. Ez kicsit, a Verda. Mint ha befulladt volna. Színni van ütetve. Igen, én eljöttem jobbra. Aha. Szólsz hozzája itt a hátsó kerék. Bedobálgatod ott a hátsó kereket. Driftelős kanyarok. Hát még slickkel driftelni nem tudsz. Csak egy kicsit így befordítani. Azért ez közel volt, mondjuk gyorsan emelkedek. Nagyon nehéz azzal így... Inkább jó, gázra mondjuk, dobja a seggét, nem kézire. Igen. Nagyobb az emelkedő, mint neked. Neked ott hosszabb balra. Hát nem tudom, hogy amúgy kilométerben mennyi lehet a különbség kettő között. Ha most elérjünk mindenketten a benzinkútig, akkor megtudjuk. Igen. Mert, hát mert amúgy nem érzem, hogy gyorsabb lennék ezzel az autóval, pedig jó. Uh-huh. Hasonlóan jó, mint az előző. Csak az a baj, akkor hasonlóan fogok megdögleni. Ha, alagút, itt van fönn a Feri, hello! Hello! Úgy lehet, hogy manuál váltóba kéne nyomni, mert négyes, hogy mindjárt lefullad, azt nem akarta visszarakni. Van egy nyomaték biztosan. Ki hozza. Egész jól állok. Én is. Nem kapott még el a vízért. Ja, tehát hát ahhoz képest... Egész jó. Uha. Inkább arra gondolok, hogy... Uha. Jó az előnyöm. Megint közel van. Tényleg vannak táblák amúgy. Jaja. Mondjuk nálad ott minden kanyar édes. Mondjuk igen. Hát jó, de legalább... Nem. Jó, de megdobott most valami. Vannak szép kis ívecskék. Ha. Lehet, hogy több ilyen tábla is a többi pályán, mert nagyon sokat tud segíteni. Jó! Gyerünk! Már szerintem a hátsó kerék vízbe volt. Cseferkó! Szia! Éles Balos! Ráfordulunk a benzinkútra, de nem állunk, mert van még benzin! Hát ez szinte ugyanolyan hosszú mind a kettő. Most értem ide. Megérkeztél. Oh shit! Viszont az... Na várjál, ha mind a ketten felérünk a benzinkúthoz, mert igen, neked igen, meg még volt. Nem volt. Még kajak nem volt ilyen? Szerintem nem. Jézus. Akkor a a nyerésért nem kapod meg az egy pontot, de a benzinkútért megkapod az egy pontot, szóval most szereztél egy pontot, én meg kettőt, mert nyertem is, nem csak a benzinkútig mentem fel, érted? Mert jó, akkor már jutalmazzuk valahogy a dolgot. Akkor jó, majd beírom a végén. Áááá, itt nem volt tábla! Fuck! Ugye visszafele, amikor jöttünk, akkor nem voltak ARRR! Táblák! Hogy rohadjon meg, hogy berakja azutána ezt. Hát ő volt tábla, csak akkor már mindegy igen, volt. Igen, mert akkor levegőbe voltam éppen. Igen. Még dumálok. Helyett, hogy koncentrálnék. Akkor neked kettő jobbra pont. Jobbra kanyarodok és balra. Tehát neked két pont, nekem egy. Rész felment volna. 1002-től 1004-ig nézzük, hogy milyen az élet. Aha, jó, a bolidét nem. A legtöbb epic build itt lesz amúgy. Igen, És innentől kezdve meg lefele megy az út majd. Igen. 3-2, go! Na, merre? Balra, jobbra? Jövök utánad. Oké. Mutasd az utat. De nem szeretik elővenni, főleg, hogyha felöklesz. Bocs. Neked az elejét töri le, neked az fontosabb, mint az nekem igaz. A hátulja. Sőt, mindjárt ledobom rád a hátsó lökösömet. Megegyed, jó mennyi? Már jó kárt, nem mi? Szeretik elő lenni. Én se. Na, hát nem tudom, hogy mikor fékezzek. Hát, hogy ne gyere belém. Igen. Jogi, nem megyek beléd. Megyünk szépen a tetejéig együtt, az utolsó kanyarba megelőzlek. Ez a terve. Aha. Hát legyen így. Aha. Mert ugye ezzel csináltad végig, nem? Nem. Ó, de
Hát meg nem mondom, de ezzel már nem fogom, az biztos. Nem-e? Jaj, bocs! Hát ezzel már tuti nem. Kár. Nem baj, lesz egy autócserénk. Lesz. Figyelj, három kerékkel, de jövök. Mi a szar? Igen. Figyelj, még egy benzinkutat megcsinálsz. Amúgy? Az anyukámat milyen tisztávot vett. Hát én megöleltem a fát. Ez itt nem... De a kanyar után van az édes. Hülye tábla, meg nem látszik a fától. Nálam átváltottam valami elektromosra, mert véletlenül lelassítottam az időt. What the fuck? Elindítottam, és... Jó, az csak sőt, nálam széttörtél. Anna. Jó, van akkor. Elég szépen. Hát, megy az, nem? Hülye, lelassítom, elindítom, és paf, nekivágott szóval. Annyira sok időm nincs figyelni. Ja. De... Figyeld, megint lelassítom. Jó hangzik. Úgy, elindítom, és... Osztrad bevágott az erdőbe. Vicces hangzik. Két pont. Két pont. Hallod, nálam nem... Nincs... Aztán... Csak csúszol. Mennyire tudsz törni engem? Challenge. Na gyerünk. Most lelassítom. Majd amikor jó fal fele megyek. Helikopter, helikopter. Jó lehet a buli. Aha, az jó. Hát nálam búgócsiga lettél. Á. Nézd, hogy pöröksz! Beyblade. Azt rohadt. Igen. Nálam vissza... What the fuck? Mi? Feri visszapattant a helyére a hátsó lökösöm. Az hogy? Szerintem így egy... Vissza... Pont nem figyeltem. Most nem tudom, hogy hogy. Basszus, ez... Szerintem egy kanyarba így pont vissza... És pont be minden patent a helyére. Igen, pont be minden csavar vissza. De amúgy csavar nem is fogja általában, csak patent. Hopp, na most megint ki. Beszarok, hogy hallod, tehát... Mi az? Mint a gyári lett volna, úgy visszament. Hát ez... Az már lehet, hogy nem fog visszajönni. Ez van nem. És elkezdett húzni jobbra. Áj! Francba. Nem ugratsz egy. Egyre gyorsabban pöröksz. És innentől csak felfele fogsz menni. Uh-huh. Szinte ez egyetlen ilyen rész, ahol lefele megy. Be kéne vezetnünk, hogy egy javítást használsz, mert olyan szar, amikor csak így megsimízod a falat, amúgy így jó, élőben nem tudom, hogy az mit okozna. Nyilván nem sok jót, de azért hogy ennyire húzza jó, utána. De azért, tehát akár mikor egy fűszárra rámegyünk már. Az ja. És ugye ha resizel, akkor megáll az autó, tehát épp elég nagy szívás, úgyis. Hát igen. Mert most igazából tudok így is menni, balra kell kanyarodnom, hogy egyenesen menjen. Aha. Csak hát nem annyira élvezetes. Uha. Bezzeg ez most... Most csak jobb lett. Hát, na jó, azért nem, az erős túlzás. Uha, most teljesen eltűnt az első lökös teljesen. Neked még csak most. Ja, na hát igen. Ne, ganyarodj már marra, mit csinálsz? Hát ez baj. Igen. Transformers lenne, ezt most akarsz átalakulni. De még mindig megy. Bözzörök. Az, mindjárt főrepülsz! De hangja is olyan. De tényleg ez helikopter. Júj! Hát itt még átmentem, de majd amikor sziklás lesz. Aha. Ez fáj. Igen. Jó, az mehet a kövi körtül. Jaj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 
Figyelj. Semmi baj, 2 pont. Neked meg 0. Igen. 7-3. Autócsere. Kész. Igen. Kész van. 3-2-1, go! Egyre sijelyben. Kerék nélkül, Dávid. Hátul forog valami. Szerintem a fék. Belefér. Ne vedd el. Mit ne vegyem el? Hú, de rád csúsztam. Hülye. Nem mentem neked, ugye? Nem. Jó. Törtél? Nem tudom még. Nem. Hogy tört el? A hátsó lökös kapta. Ja, akkor még nincs ez a resis dolog, mert mondtam, hogy a kövibe akkor mehet, de... De mehetsz. Még...
Mehet? Nekem mindegy. Ha elmegyek a benzinkútra, és ugye megvan a két pont, és visszafordulok, és neked megyek, hogy te ne juss el odáig. Megpróbáltad. Meglátjuk, sikerülni fog-e. Hú! Júj! A hátsó ajtót kicsit benyomtam. 60-as tábla, Feri? Igen. Aha, most meg a bal oldala. Aha, kitört a bal első kerekem. De ott lesz a benzinkút. Megbuciztad? Na lehet, hogy tényleg az lesz. Visszafordulok, az kamikáze. Jó. No. Á, nem. Rájött egy ötlet? Igen, mert így még mindig én vezetek egy ponttal. Igen. Nem kanyarodik ez a fos! Na majd, ha jössz, kilöklek. Kapta a bal eleje? Úgy véletlen kilöklek. Ja, jó. Nem volt benne a szabályzat, hogy nem lehet lökni, nem? Igen. Jó. De akkor én is így csinálom. Nem kanyarodik! Pedig nem direkt volt, azt hittem, hogy már... Rég elmész mellettem. Én is azt hittem. Figyelj, én nem fogok fékezni most, de... Mama! Csak mondom! Nekem nincs veszteni való! A fos! De akkor most van recsi, vagy nincs? Ja, lehet, akkor... Mi van? De hát akkor... Oh my nem God. Azt mondod, hogy... Nem tudom, hát nem döntöttük el. Ja, az jó. az nyomtam. Nem jó. Én is. Akkor jó, eldöntöttük. Gyors döntéshozatal volt. Uh-huh. Jaj, hülye, én meg elveszem itt a nyomni le. Ja, igen, ez itt mindig összezavarós. Nyugi, messze van a víz, még hibázhatok. Uh-huh. Mondjuk majdnem most. Bazeg! Vagy te. Aha, te mit csinálsz? Hát ott... Lenéztem. Ja? Azért így feszengősebb, hogy te is itt vagy. Igen. Így egyedül nem, én olyan kis nem nyugisan mész, hanem... Nem láttam, hogy itt van. Gyorsan megálltál. Meg. Hát figyelj, innen... Hát itt volt egy bokor, eltakartana. Én meg kis ívbe akartam menni. Akkor 2 ponty, azaz 5-7. 1004-től 1006-ig. Árakat, hogy go! Megindult, megindult a gépezet. Meg jó hangok vannak. Aj, már csak azért mennék a másik irányba, hogy ne legyél itt. Dudál! Igen. Meg mászik bele a seggedbe. Villogja meg. Kis, várj, ez melyik gomb? Most találd már ki. Nyomogatnom kellett. Igen. Nem sok izé van benne. Csábélyesz. Júj! Very. Meglöktelek! Hát, dehogy! Akkor jó, de összeszedtem, nem? Most akkor szedd már magadat! Ja, itt izé van, nagy kanyar, nyomjad! Hopp, egy lökhárító! Ejjó! Van resid? Van. De minek? Mit tudom én. Hát, ez egy mert szerencsétlen ugye... szituáció. Igen. Figyelj, lassú a víz, az meg nagyon gyors. Aha. Most az egyenesben megküldött 250-nel. Amúgy épp, nice. Hogy kijöttem onnan most. Igen? Igen, az volt a baj, hogy megpördültem, tehát előbb kellett volna resit nyom. Még amikor nem török szét, igen, akkor igen, kellett igen, volna. Igen, 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 igen. Én is erre gondoltam. Az autó hogy lehet ilyen jó egyszerűen? Nem tudom. El. A nagy szárny. Biztos az. Meg ezek a nagy izé, hólapátok elő. Mi volt a baj, Móni? Na, mi volt a baj? Nem tudom. Nézted? Megcsúszott. Ha. Hát meg tud? Egy kicsit. Most így casualbe felmények a tetejéig, szóval nyugodtan dőj hátra. Jó. Hát itt te is autókászsz, ne unatkozz. Amúgy... Hol vagy? Várj, jövök utánad. De jó lesz. Igen. Ez az lesz. Figyelj, majd tét nélkül. Igen, ő mögötted. De pusztulat egy kanyar ez, te! Wow! Úgy, meg... Ne, nincs ott tábla és belelejt a... Aha, igen. ...kanyarba. Undorító. Én itt megnézem, milyen a levágom. Na, milyen? Sáros. Úgy, a hólapát az... Kapta? Aha. Hát, nem tudom. Te már ott mész, én meg még csak most jövök lefele. Induction system, meg ilyenek. Nem tudom, kinek lett ez kitalálva. Hogy ez jó lesz. Valami terepjárónak.
Egy omlás! Júj! De látod így, hogy tétre, vagy nem tétre megy, így egyből megy nekem. Igen. Itt mi van 60-as tábla? Vagy 30-as volt. Úristen! Én levetettem magam. Mögöttem jöttél? Aha. Jó hegyomlásos rész. Ne figyelj egész. Tágas. Még csak a elejét se szedtem le. Igen? Aha. Ó, lesz még szűkebb rész, ne igen. Aggódj. Aha. Ó, 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 ó. Na, az a szűk rész. Igen, ó. Oh. To finish. Aha. Oda be. Oda, azt a rohadt mi a szar. Van egy ilyen ugrató. Hol? Ott, igen. Én láthatatlan. Három pottocska. Én ugye csak jöttem fanból Dávid után. Hát ez az autó, ez stop, ez nagyon durva. Ja, hogy így be lehet ide állni, azért van itt. Én meg itt mutkó beteleportáltam magam, meg ilyenek. Úgyhogy nyugodtan állj be. Nem kell. Hát nice. 1600-1800-ig. Azért még itt is van egy-kettő szépség. Vendover Hill Climb. Szerintem most már ne cserégessünk autót. Eleve. Mert még sok kör lesz amúgy is. Jó. Rasha versus Hill Climb. Aha. Nézzük meg. 3, 2, 1, go! Ú, az összkeré! Jaj, te, na, mondom, komolyan. Te mész arra, én meg akkor jövök erre. Anyám, hogy hát egyszerre találjuk ki. Komolyan. De itt is vannak táblák. Talán jó lesz. Mert arra gondoltam, hogy összkerék. Amúgy ez is az. És csúsztatható is, szóval... Akár jó lehet itt a kis kanyarokba. Mert nem tudtam, hogy most Hill Climb az jó ilyen... Nem, nem jó. Nagyon nem jó. Aha. Bakker. Az összkerék, ez nem ide kell. Oh my god. Csak gondoltam, majd jó lépni fog kifele a kanyarokból, ami igaz is. Csak nem kanyarodik. Igen, mondjuk lehet jobb lett volna egy hátsós. Hát ez igen. Kicsit letettem a visszapillantót. De amúgy tartjuk a távolságot. Tartjuk. Szóval... Nem tudom, akkor most melyik a jobb, vagy rosszabb. Hát... Hú, mindjárt fölborulok a kanyarba. Itt nem bácsán tudom. Már vissza... Te víz fog minket megenni. Rövid időn belül. Ajj, hát csak előbb engem. Ajjaj, nem kanyarodtam. Ez defekt. Nagyon nekem se. De van res ide. Időbe kell. Igen, csak még megyek. Bár lassan. Igen. Ó, jó, most éresi. Ezt már láttam, hogy... Nem lesz jó vége. Vége lett volna. Azt a büdös, hát... Jókor nyomtad a resit. Hát ez egyszerűen nem kanyarodik. Hát igen, kell nyomni egy kis gáz, hogy kijöjjön a kanyarból. Itt mindent kell nyomni. Ez pusztulat. Jaj. Valamikor meg azt veszem észre, hogy el kell venni. Tehát nem tudom. Júj. Hát ez baj. Hát, én inkább megállok a víz előtt. Egy pont nekem. Biztos nem mentem volna föl a tetejéig, mert... Húzott össze-vissza. Ez nem volt egy jó döntés. 11-5. 1800-tól 2000-ig. Ez egy 2000-es kategória már, anya nem fincsi. 3, 2, 1, go! Hello! Gumik bemelegítve! Be. Hát igen, neked arra bölcsebb választás. Igen. Én meg erre megpróbálok majd ilyen field drifteket csinálni. Tempó is lesz. Ez meg. Most első kerekes? Ilyenek. Ja, az. Azaz, Draxler első keréken, micsoda választás. Fú, te nyomok egy izét gáz, azt úgy kihúzza egyenesbe. Igen? Ha? Az mondjuk jól hangzik. Hú! Hát húzhatod már. Egyesi? Meg volt. Én itt egészen elhajókázom. Jó, nem azt mondom, hogy haladatlan. Mert azért... Egy kis kiskézi nagy gáz, az kihúzza. Basszus, ez majdnem megnyalta! Ez jó volt most nekem. Ne, templom, ne, csak a szarú fékez. Hát ez nem lesz hosszú életű. Jelen igen. Esetben. Ja, hát azt hittem azért ez már, ez jobb ez a Verda. De annyira nem. Mindjárt megküldjük az alagútba. Oh my god! Ezt esélytelennek éreztem azt a Verdát, mondjuk ott most az egyenesbe. Igen. Fia, most jól lehagyod, akkor utána lazázhatsz egy kicsikét. Igen, csak kanyarokba kell nagyon óvatosan menni. Ez jobban szépre. És hát szerintem én nem jutok föl a benzinkútig. Osztom a csok, Dávid!
csak a végét láttam, de az is szép volt. Hát most felmész a benzinkútig, az 2 pont, nekem meg 0, szóval... Na mindegy, ez is szép. De... rohadt kanyar. Hát igen, van kinyír egy pár. Kinyír a kanyar. 2000-től 2002-ig. Tovább jutottam itt Dragsterrel, tehát nem gondoltam volna. Én se. 6-11. Jézus. Feri. Nagy a baj. Uha. 3-2, jó! Engedje jobbra. Driftes cível vagyok. Jó. Kell neki a hely. Vonyítottál, mint éjszaka az a bizonyos kutya. Mhm. Az ablak alatt. 600 lóerő a kicsike. Majdnem 700, ha jól tudom. De attól függetlenül egy bálna. Az enyém is hasonló. Szóval... óvatosan kell... Hát mindegy, nyomtam egy resit, de amúgy is összetörtem volna, úgyhogy... Tesó, az a driftes cél, ez nem igazán akar működni az a helyzet, tehát hogy ez... egyelőre semmi. Igen? Aha. Nem is driftel, de nem is tapad. Vannak problémák. Pedig maga a verde az nem drift build, spy build. Ez nagyon közel volt, Dávid. A hátsó keréknél van a víz! Hát nem tudom, ha most ilyen közel van, akkor... hogy fogok meglógni. Mi lesz később? Igen. Aha. Jó, csak itt jussunk át. Ne! Mami! Úristen! Ezt na most én előrébb vagyok, vagy... nem. Ja, hát biztos, mert a víz engem elért. Magasságokra hát nézünk. De... magasságot. Ez baj. Hát csak hogy gyorsan is engedted. De még men... ne, nem. Egy pont. Nem, jó, ez az út, ez nekem nem nagyon, nem sikerült. Van benne egy... így elbízod magadat, hogy tök jó vagy, utána meg van benne egy tetű lejtő, mm-hmm. És ott borul minden. Igen. Oh. Jézus. Jönnek a izéka. Aha. Austin, nem most mit? 3-2-1, go! Figyelj, összkerék azért van, balra. Szerintem jó. Ne is gondolj. Tök jó, ugyanaz az autóba megyünk, ugyanolyan gyorsan. Igen. Ugyanolyan szarul. Ugyanolyan hamar fogunk megdögleni. Igen. Mondjuk én hátrébb vagyok most. Hát az íveire még kíváncsi leszek, hogy miket autózik. Úristen, már hol van az a víz? Nyakunkon. Nem baj, az a lényeg, hogy ki van előrébb. Feri! Bocs. Osztorokat, ez elég keresztbe. Agresszív kanyarkezdés volt. Igen. Lehet azt mondani. Menj már innen. Hopp, 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 jajaj. Meg ne lökjelek. Jajaj. Menj már, mit csinálsz, hogy mi kófékezel? Jó, itt a víz! Elmész sajnos, abba, bizonyos. Vagyok. Ne. Most még izébe vagyunk, menetbe. Még ment a motor. Oh my god, innentől kezdve csak ilyenek lesznek. 8-11, jövök fel, Dávid, mint a talajvíz. Nem kéne. 3-2-1, go! 1-es sebesség, jobbra megyek. Na, akkor... kösz. Jó. Hát igen, itt már muszájak kicsit... voltunk visszavenni a sebességbe. Hát igen, ez egy rosszabb lesz. Igen. És jövünk majd itt nem sokára kamionnal. Ja. Hát azért, na. És ha nem tűnt volna föl, ez egy terepverde, amivel én vagyok. Igen. Ami, hát remélem, egyáltalán eljutok a terepig. Én meg keresztbe megyek. Le a szakadékon. Erre vannak különböző terep levágások. Kanyarodj már a jó íg áldjon meg. Például ott van egy, ami, hát nem tudom, hogy mekkora levágás. Nagy levágás. Jó, annyira nem. Oh, én meg God. Nézlek téged! Jó volt, jó a mozi. Aha. Jó nézni. De hát már elnyomtam egy resit, szóval. Hát nem nagyon érzem magamat előrébb. Ó, hogy rohadjon meg. Hát ez... hát az egyes ilyen. Hát úristen. Ennél a... igen. 12-8. Ja. 3-2-1, go! Jaj, de nem kanyarodik. Ja, de azt hittem az a spoiler, legalább plusz 10 lóerő. What the fuck? 80-as tábla, hát ez nem megy 80-at. Az a baj. Tehát tök jó be tudod venni a kanyar. Amúgy igen. Itt az egyenesbe se tudunk majd nagyon eltávolodni.
Ez a probléma. Jó, de közel van, itt lemegyek a földútra, nem tudom mi ez, de jobbnak tűnik. Ez nem egy motorcsónak, hülye vagy! Szedd ki! Húzzad neki! David. Te... Ez nem tudom, hogy hol vagyok fel, de nagyon leelőztél. Jó. Erre tehenek vannak, birkák, vagy minden az, hogy a tábla. És most menjünk vissza? Aha. Az nagyon jó. Hallod, hova mész te? Nem tudom. Hú, most oldalról támad a víz. Jó. Csak mondom. Nem is utánad jön. De hogy tud... Hát már... Már kipufogó meg volt te vízzel, azt még... Még mindig ment. Olyan közel volt. Pedig az... Nyaldossa. Aha. Hát az... Öröm volt együtt szolgálni. Hát menj már egy pont. Ez... Ez a másik út. Ez a másik irány. Ez levágja ezt a... Ezt a részt, nem? Ja. Hogy van? Ha. Ez egy érdekes utca. És megkörnyékezzük a 3 tonnás kategóriát. 3, 2, 1, go! Fúj! Az a bízt, az tényleg bíznek tűnik nekem. Az. Pedig ez a listában később volt, ami néha több lóerőt jelent, néha pedig nem. Ó, de az enyém az feszesebb. Igen? Aha, tiéd az borul, dől, minden hát, baj van. Igen. Mondjuk azon terep gumi van, tehát eljutsz odáig, ahol én voltam az előbb, az akár jó is lehet. De ezzel tényleg tök feszesen lehet kanyarodni. Hát pedig akkora, mint egy busz. Igen. Hát, a dupla kerék, vagy mi az? Ja. Figyelj, nagy motor, nagy köpcenti, nagy súly. Hát figyelj, ezzel elhúznak, nem tudom mit, mert... Tehát olyan, mint egy Trabant, vagy egy izével menni, egy kis poszkival, mert abban kis motor van, kis kaszni, érted? Hát ezért nem úgy érzem magamat, de... Ja, értem a logikát. Na, feljutsz a földútig? Nem tudom, de átrakom. Ez itt a kérdés, itt kell egy nagyon okosat katolni. Már itt húzzuk vissza. Júj, de jó! Júj, de jó! Én mintha gyorsabban mennék itt, mint te azzal az előzővel. Ezen a földúton. Igen, úgy tűnik. Várj, ez lefele is fog menni. Majd. Hát, fog. De mondjuk, ha gyorsan elég jó lesz, azt kell, hogy mondjam. Szerintem ez a lefele az amúgy nem a szemetré. Mert én is közben itt még tök jól jövök. Itt is van egy földút jobbra. Ez még kimenne oda, ahol te vagy. Mi? Abba az irányba ment. Én nem itt tudom. Volt az előbb. Igen, ez ide jött. Az a föld. Láttad. Igen. Megküldjük az alagutat 150-nel, Jézusom! Most itt merre kell menni? Arra, az fölút. Ja. Az még egy cut. Ó. Már ott vagy? Igen. Mi a fos? Te ez már nagyon megy, ez beast. Azt a rohadt. Ez beast? Várjá. Hát figyelj, beraktam össze. Annyira nem durván vagy távol, de eléggé. Beraktam összkerékbe, azt hadd szóljon főfele. Ez érdekes lesz. Most akkor elvileg ugyanazon az úton vagyok, de előtted? Áj! Jajaj! Vagy ez most akkor a kanyargós útra hozott? Resi. Vagy most ez... Én nem tudom. Nem értem. Szerintem jót katoltál, nem akkorát, de jót. Mert ez a kanyargós út. Igen. Ja, igen, igen, ja, igen. Akkor ez a másik út. Aha! Ez a 08, ez túl könnyű lett. Még a kövi körben már megint fosabbak lesznek. Hoppá, keresztbe! Keresztbe aprít az egész út. Jaj, csak a kerék elfordulás nem igazán driftes. Benzinkulcs. Kulcs. Hát ha itt most nem is az... Hát utolértél. Igen. Az egy nice. Így van. Az egy very nice itt a két konty. Ott. Azért csak itt is lesz egy. Igen. A minimum. Ajj! Az mondjuk nem jó, mert akkor te is megkapod. Annyira nem. Hát neked, nekem. Fuck! Lehet vissza kellett volna fordulnom kilöpőre. Ácsús! Uha, az baj. Nem baj, megvan az egy pont. Ez... Az meg. Pedig ami jó autó volt. Csak a driftekhez a kerék elfordulás nem elég. Aha. Amúgy ez is egész jó. Nem elég. Ez a beast. Ja. Hát még felvehetsz fel a tetejéig, ha... Szóval amúgy... Nagyon érzed. Júj. Igen. Elkönnyült egy kicsikét az a 3 tonna. Jaj, itt fékezni kell, ugye? Júj,
belementem a valamibe. De szúr hát, még nem resisztem amúgy, pedig... Kolyok. Aha, már nekimentem egy kicsit a... még az elején valaminek. De még mondom, nem resizek, hát a koroda a lendületnek. Igen, itt azért van egy felfüggesztés, bírja. Hoppa. Ha. Hoppa. Ha. Megy az még. Egy hát. Ja, aha. Akartam volna szólni, de hát nem szóltam. Jó, resi. Resi belefér. Valami ott leért. Kezdve súlya nem biztos, hogy a legjobb driftelni. Na, itt csesztem el én is, hogy driftelgettem amúgy, igen? Mert a kerék elfordulása viszont olyan szar, hogy nem tudod a driftet normálisan kontrollálni. Nem tudod visszaszedni nagy szögből. Aha, igen. Hop hop, hop 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 hop, ujj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 j
Ja, hogy hello vigyázz, van. Mert a segge... Ki mehet? Mi? Olyasmi. Vagy vigyázz, mert a szembesávból átcsapódhatnak hát eléd? Hát vagy ki tudsz menni így egyenesen. Ugye, ha nem figyelsz. És... Tehát nem kanyarodsz be, hanem kiegyenesíted a kanyar. Aha. Nem valami olyasmi akar lenni? Nem tudom. Meghalsz, az a lényeg. Igen. Jó esélye. Az igen! Automatával amúgy. 3 tonnával. Ott a bála. Ott van bizony, 3 ponttal. Nekem pedig így egyel. Húha. Hát igen, ez a 0-8 ez egész barát. Illetve mondjuk 0-9-el viszont nem biztos, hogy meg lett volna. Szóval. De sokkal ritkásabban vannak az autók, szóval 3000-től 4000-ig. Uh-huh. Hát igen. 3-2-1, go! Kicsikét beugrottam. Nem baj, én meg később kicsikét indítottam a vizet, de kicsikét visszaveszem a dolgot. Nyomod, legalább nem kanyarodik, Jézusom! Hát én levágottam ide. Gyors esi. Hát itt már nem segít, mert beszorultam a fába. Hát de akkor jó. Pedig amúgy egész fán. Igen? Aha. Mi van, ha átrak a anyád? Hát ez. Várja, jövök utánad, jó? Osztorod, na itt már van kerék elfordulás. Itt már lehet. Én neked állítható, nekem nem. Fucking hell. Ó. Én már nem vagyok játékban, csak... Csak jössz végig az é. Aha, terepen? Aha. Én meg akkor megyek a betonon. Megérős lesz, visszajössz kerékbe. Haha, hát milyen tempót lehet ezzel itt venni a fák között? Hát lehet, hogy jobbat, mint aszfalton. Hát az biztos. Hát inkább megyek főfele tényleg a domb oldalon. Hát amúgy igen. Jaj, more! Aha, az ott... Jó, annyira jót azért nem megy. Ezt csak így lehet menni az, neked hogy most jó. Teget. Mi újság? Neked jó volt, hogy át lehetett kapcsolni az kerékben, mert nekem ez hátsós. Igen. Tehát földúton lehet, hogy keresztül mentem volna. Hát igen. Azt mondta, nem rossz ez a hátsós, mert legalább be tudod fordítani, nem tolja. Aha, igen, igen. De mondjuk akkor meg ez történik, mint az előbb. Na, akkor melyik a jobb? Hát óvatosan kell bánni a gázba. Hú! Léci! Ott a benzinkút! Nagyon jó! Hát ezzel a szerencsétlenséggel nem mennék tovább. Azt mondod? Ja. 16-11 oh, így fun. Is. 4-től 10 000-ig. Igen, nekem meg is van. 3-2-1, go! Oké. Hát én nem tudom, jatóval megyek, de... H-ba átcsapjuk. Ja, de várj, ez elfogy. Hogy a jató. Az el. Ja. És utána meg hello. De nem gondoltál. Figyelj, az elején egy jó előnyt szerzel. Én kanyarodok. De resit nyomja. Ajajajajaj. Jézus. Hátrafele jatózik. Ja nem. Oké. Zár diffivel azért dobja a seggét. A Big Rig. Ajaj.
Az igen. Jó. Resi. Fűcsen! Gyorsan utolérlek. Az tuti. Hát, igen, de van is több resit. Jó, itt hogyha fél gáz nyomog, akkor nem jatózik. Jó, de mondjuk kell! Hatosig. Világ vége. Jó, gyerünk, David, jön ne a víz! Ne jön ne a víz! Hát ez... Hát előrébb vagy. Úgy igen. Rogyjál meg az egy pontoddal. Ha pont... Ha jobb oldaladnak megyek, akkor balra vetődsz, és akkor te lettél előrébb. 10-től végtelen, igen. Hát most igen. Már az jön. Igen, az jön. Hát a jatós busz, meg így... nem is tudom. Mit látta? Nagy kipufogókat. Igen? Az nagy erőt jelent? Talán. Elrögető egy gó! A Destroyer! Szia. Én leelőztelek. Ez milyen, miért húzhat? Olyan Destroyt fogsz kapni hátulról. Azon, hallod? Épp, hogy el... Jó, volt egy resim. Igen? Van nincs több, ugye? Nincs. Nézd csak hátra. Ajjaj, nem. Ujjjj, én nagyon szaladnék. Én megyek utolsó is. Kör. Ezzel, amíg felérsz a tetejére, én meg kapok -2 pontot, akkor igazából jó lehet. Ah, tényleg. Már hogy mész? Mert ha nem kapsz... Ja, hát nem. De minusz... De igazából... Wow, ez nem kanyarodik, ez tolja az elejét. Ez nagyon jó kanyarodik. Ez a 60-as tempó, ez egész csekély. Az kihúzta, kihúzta. Csak mindjárt elfogy az a szar. Igen. Hát most én nem fékezhetek, ha túl akarom élni, szóval... Igen. Hát itt így megpróbálok íveket autózni. Ahogy... El fog fogyni. Ajj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 j
levágás. Nem tudom, melyik a jobb, fi, az az egyenes, hogy meg tudtad volna küldeni, amíg maradja a tót. Áj! Hülye víz! Hülye víz! De még nem érdekli, hogy vízben van. Hát már olyan nehéz. Nem ér blokkot. Hát Dávid, ez akkor... Elérte a blokkot. Ez még meddig tudsz menni? Nem tudom, mondjuk most... Szerintem idáig. Elküldtem máj a tót. Asztara. Ez nagyon jó megy. Hát én azt hittem, hogy a tóval ez irányítatlan lesz, de hát jobban mész, mint néhány. Hát mert ugye, ha fél gáz nyomok, akkor nem kapcsolja a tót. Ja. És amikor megcsúszik, akkor nyomok egyet, és akkor... Igen. Most miért is hisztél? A mecsak. Já, jó, bocs. Megnézem ezt a hosszú egyenest, hogy hogy gyorsul föl. Aha. Húha. Uh-huh. Na hát itt meg lehetett volna küldeni. Egy kisebb előnyt meg lehet csinálni, utána pedig lehet lélegezni, csak a féktáv, hogy most kezdődik. Hát szerintem már az elején kellett volna fékezni. Már elkezdődött. Ja, ez fán volt. Hát nem mondom, hogy megcsinálható lett volna, mert ha elfogy a jató, akkor most busszal, mire főmész. Hát ha kitájmolod, nagyon a resit talán. Hát nagyon óvatosan nyomtam volna, igen, akkor talán. Ja, de fán volt, szóval köszönjük szépen a tippet, aki ajánlotta, mert érdekes volt így látni az autókat súly után. Nem mindig a következő súlyt, hogy éppen mit tudnak. És hát azért azokat a nehéz szarokat is lehet azért kontrollálni, csak hozzá kell szokni. Szóval köszönjük szépen a figyelmet, tehát most még nem is volt idő másra, amit kitaláltunk, az majd legközelebb. Ja. Szóval legközelebb találkozunk, hogyha tetszett, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot. És iratkozzatok fel. A csapatba. Sziasztok!